vadász dinasztiába születtem bele, és édesapám erdő igazgató volt Háromszéken és Hargita megyében. Viszonylag sokat jártam már kiskorom óta vele az erdőt. Én kezdő erdőmérnök voltam még a Ceausescu rendszerben. Akkor én egy speciális rendeltetésű vadászterületet vezettem, ami Ceausescu előszeretettel vadászott, és lestük neki a medvéket minden tavasszal, és próbáltuk megtalálni a világrekord medvét, aztán végül meg is találtuk. Egy ilyen este kint ültünk a vadőr barátommal, három medve volt ott az etetőnél. A csattaláncban három farkas rohant a medvék fel, a medvék iszonyan megijedtek el, és rohantak, kistermető medvék voltak, hozzáteszem. Én nem tekintettem a farkast ős ellenségnek, én nagyon tiszteltem, mint egy nagyon okos ragadozót, de viszont láttam, hogy a középsőnek valami lóg a nyakában. És távcsővel jobban megfigyelve egy hurok volt, egy acél hurok volt a nyakán, lógott, valószínű, hogy megfogták valamikor csapdába, és valahogy kiszabadította magát, valószínű, hogy elrágta, mert aztán ezt a farkast meglőttem, hogy szenvedésétől megszabadítsam, és nagy ámulatomra, amikor a koponyáját néztük és kifőztük, itt a szemfogai teljesen le voltak töredezve, valószínű, hogy sokat szenvedett, hogy kiszabaduljon abból a csapdából. És az én tényleg most már, hogy lehet, hogy nem lőnék farkas, hogyha most találkoznék vele, mert tényleg én szeretem ezt a vadfajt, és jó, hogyha van, de bizonyos létszám egy egyensúlyban, de akkor úgy érzem, hogy jót tettem. Romániában is és Erdélyben is 2016 óta a szigorúan védett vadfajok listáján van a farkas. Egyéni elbírálás szerint lehet lőni egy pár egyedet, hogyha már nagyon sok kárt csinált a falusi embereknek a javaiban, és olyankor különleges miniszter engedéllyel egy-egy példányra adnak engedélyt a lövésre.